Tavaly Tóth Bojnik Géza Kovács műhelyét és Kapás Sándor egykori szódaüzemét ismerhette meg bővebben a nagyközönség a régi mesterségek házában. Az idei nyílt napokra is hasonló érdekességekkel készülnek, hiszen az egykori Varga Jenő kalapos és Sok Tibor fésűs műhelyét is bemutatják. Különösen érdekes a fésűs műhely, ugyanis itt a gépeket, tehát azt a gépet, ami a fésűt vágja, az a cirkulár, nagyon érdekesen működik, úgyhogy nagyon jó volna a gyerekek, ugye ezt ki tudnák próbálni, majd ha föl lesz állítva, sőt annyi marhaszar is van rendelkezésünkre, egy 3 zsák, hogy ugye gyakorolhassák. Különben nem csak fésűt készítettek a marhaszarvából, hanem húrpengetőt, cipőhúzót, vázát, hajcsatot, konyhfésűt, akkor bujlibicskának nyelet, és így tovább, tehát nagyon sok mindent készült ebből. A magyar kormány támogatásának köszönhetően sikerül bővíteni a múzeumot, az új kiállító térhez már az alaprajzok is megvannak, ez az udvaron kap majd helyet. Egy pár éve már a magyar kormány támogatásával kaptunk például laptopot, fényképezőgépet, vásznat, 1 100 000 dinár kaptunk ugye a ház rendbetételére, és most meg pályáztunk a riasztó berendezésre, és azt is megkaptuk. Az Entai Régi Mesterségek házában várhatóan augusztus 15-e és 16-a között rendezik meg a nyílt napokat. Mindazonáltal az érdeklődők előzetes bejelentkezés után bármikor megtekinthetik a még Szerbiában is kivételesnek számító gyűjteményt. Időpontot kérni, illetve érdeklődni pedig a 024 814 261-es, illetve a 063 896 47 80-as telefonszámon lehet.